Neked új a szemüveged, megnézhetem? Tessék. Most olyan vagyok, mint te. Add vissza. De ez így is lehetett volna, nem? Micsoda? Hát az, hogy én vagyok. Te? Te meg vagy én? Ez egy friss és új darab, még reményen olvashatták. És Horváth Péter barátom írta. Egy fikciós darab, amiben azonban mégis a saját emlékei is benne vannak. Bátyám szerint az operett marhaság. Ő mindenhez ért. A vidéki operett színjátszásnak a mitosza is valahogy belekerül az előadásba. Eszterházi kollega írta talán a Mancsikó és Pinta című első novellás kötetének az elején azt, hogy van tehát főhős, van tehát történet, de másrészt semmit nem szopik az ember az ujjából. Tehát ez most tessék nevetni, mert ő nem tudom folytatni. Mindenki hülye, csak te vagy okos, ugye? Nagyon okos vagy, Gábor, de mindent azért te sem tudhatsz. A darab egy testvérpár történetét mutatja be, 2000 körül játszódik, de emlékek sorát vonultatja fel. Hogy hívják Magyarország miniszterelnökét? Orbán Viktor. És a köztársasági elnököt? Mátyi Ferenc. Tulajdonképpen a 70-es, 80-as évek nyomasztó levegője is benne kell legyen. Mindig nagy piás voltál. A börtönben tönkrementek az idegei. Miután kiengedtek, már csak operettet dirigálhattam. Hát, ha Beethovennel mégis megdöntöm a rendszert. Anya! Nem válaszol, mi? Néha jön, néha nem. Fellép a darabban a testvérpár édesanyja, aki már halott. Kipucoltam a cipődet. És a testvérpár édesapja, aki szintén halott. Az emlékekbe térnek vissza. Baj van a fiaddal, Jenő. Szergély, fasz a gyerek, nem fagy meg! Jaj, ne hülyéskedj már, Jenő. Megnézzük a legeslegvét. A legfi? Igen. Három napja beszéljük, hogy csak első felvonás. Az utolsó látogatás az agyánál a kórházban. Dögöljetek már meg! Egyrészt már megdöglöttünk, másrészt meg is fogunk dögleni, de nem most és nem itt. Most pedig tánc! Amikor szaladnak a tolókocsi köré, ott kellene nem rendetlenül. Nézzük meg akkor ezt a kört, jó. Amikor az Oli vezet. Valójában úgy tűnik, mintha egy derűs visszaemlékezés lenne egy habókos öcs és egy kesernyés báty között, de a végére egy rendes tragédia lesz belőle. Hülye vagy, te csak nem forogsz. Tudja, hogy ez a meghallgatás miért jött létre? A gondnokság miatt, hogy hülye vagyok-e. Mióta anyánk meghalt, egyre zavartabb. Jobb, ha kussolsz te is! Mit védettem én ellened? Megszültél, baszd meg.